A választások előtt az egyik legfontosabb üzenete a kormánynak az volt, hogy a rezsicsökkentést megvédik. Ehhez képest most mégis hozzá kellett nyúlni a rezsicsökkentéshez. Hogy mit tud üzenni azoknak az állampolgároknak, akiket rosszul érintenek ezek a megszorítások? Az, hogy a kormány minden lehetőt megtesz annak érdekében, hogy ezt a rezsicsökkentést ezt megvédjük. És egy olyan intézkedésről van szó, amely máshol nincsen. Tehát egyetlen egy országban sincsen ilyen erőteljes árkorlátozás. Még a megváltozó szabályok mellett is 159 ezer forintnak megfelelő támogatást jelent a családoknak a rezsicsökkentés, és az átlagfogyasztásig mindenkinek jár. Mi ennek a döntésnek a körülménye? A háború, a megugró energiaárak és egy elhibázott szankciós politika. Egész Európában növekednek az árak. A gázára, a tőzsdei árakat nézve 6-szoros ára nőtt. Tehát ez indokolja a mostani kormányzati döntést. De mégiscsak az volt az ígéret, és az ellenzékkel szemben is hangsúlyozták, hogy ugye az ellenzék nyilván nem tudná megtartani, de hogy önök meg fogják tartani. Mégsem lett az megtartva. Az volt a vállalásunk, hogy megvédjük. Ez az intézkedés ezután is lesz. A feltételei változnak, azt gondolom, hogy a 159 ezer forintos támogatás az jelentős. Egyetlen egy ellenzéki pártot nem tudok mondani, amelyik, hogyha kormányra került volna, akkor megtartaná. Azt mondták, hogy ostobaság, az egy hülyeség, a DK elnöke így fogalmazott, és azzal is érveltek, hogy nem lehet megállítani a világpiaci árakat a határon. Hogyha a világpiaci árakkal számolnánk, most az 6-szoros áremelkedés jelentene a gáz. Én úgy emlékszem, hogy hivatalosan az volt az álláspontjuk, hogy ők is megvédenék a rezsicsökkentést. Bocsánat, ahogy vitatkozzak ezzel, mert Márki-Zay Péter így mondta bele a kamerába, hogy abban a formában, ahogy van a rezsicsökkentést, az kivezetni. Ezt tulajdonképpen önök is ezt tették. Nem, mi megvédjük, csak a háborús környezethez hozzá kell igazítani a lehetőségeket. A kormány sokszor hangsúlyozta, hogy saját magán fog spórolni, ehhez képest néhány napja 16 államtitkárnak növelték a fizetését, köztük önnek is 52%-kal, ez egy ilyen 700 ezer forintos emelkedést jelent a fizetésben, ami azt jelenti, hogy bruttó 3 millió körül van ez a fizetés, ami bőven az átlag fizetés felett áll. Hogy mennyire lehet úgy megértőnek lenni a választópolgároknak a problémáival, hogyha ekkora különbség van az anyagi valóságban? Hát igyekszünk mindenki hangját meghallgatni és a valóság minden vonatkozását figyelembe venni. A mostani beszélgetésen is arról volt szó, hogy az, hogy folyamatosan járjuk a városokat, az országot, nagyon sok fórumot tartunk, az a visszajelzésekre is nagyon sok lehetőséget ad, hogyha valami jól működik, akkor biztatást kapunk, ha valami nem jól működik, akkor javaslatokat kapunk, tehát igyekszünk minden körülményt, minden élethelyzetet figyelembe venni. De ön nem érez a között feszültséget, hogy miközben önnek például nő a fizetése, mégiscsak a rezsicsökkentés pedig el van módosítva. A rezsicsökkentés az megmarad, és mindenkinek átlagosan 159 ezer forintos támogatást jelent minden háztartásnak. Egy dolgot szeretnék hozzátenni, ezt a megbízatást, amit kaptam és kaptunk a választóktól, arra fogjuk felhasználni, azért fogunk küzdeni, hogy mindenkinek emelkedjen a bére ebben az országban, mint ahogy az elmúlt években ez történt, hogyha a nettó reálbéreket nézzük, akkor az elmúlt évtizedek legjelentősebb béremelkedése következett be. Viszont ez véletlenül sem jelenti azt, hogy elégedettek lennénk a mostani helyzettel, további emelésekre van szükség, még a mostani gazdasági helyzetben is. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!